A Szent Imre Katolikus Gimnázium Általános Iskola Kollégium Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola tagóvodája 2012-ben nyitotta meg kapuit Nyíregyházán. A jól felszerelt 50 férőhelyes két csoportos épületben azóta is tart a gyermekek nevelése. Az óvodások énekkel, verssel köszöntötték a bővítő beruházás alapkőletételére érkezetteket. Az ünnepségen az intézmény vezetője elmondta, 175 millió forintos fejlesztés előtt áll a katolikus óvoda. A 2012-ben megépült óvodai szárnyudvarán állunk, ahol két óvodai csoportban 50 gyermeket nevelünk keresztény szellemben. Miután a szomszédos házat Nyíregyháza várostól megvásárolta a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye a Magyar Katolikus Püspöki Konferencián keresztül, ebben az új épületben további két csoportszoba kap majd helyet, ahol további 50 gyermeket szeretnénk nevelni. Az ünnepségen az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár azt mondta, Magyarországon jelenleg 110 ezer gyermek jár katolikus óvodába vagy iskolába. Soltész Miklós hozzátette, magyar és uniós forrásokból az elmúlt években is segítették, nem csak az állami vagy önkormányzati oktatás-nevelési intézményeket, hanem az egyházi fenntartásúakat is. Az államtitkár kiemelte, így tudott megvalósulni az a közel 11 milliárd forintos program is, amelyre a 350 fő feletti intézmények pályázhattak. Így tudott megvalósulni egy másik pályázat, amely 350 fő alatti intézményekre tudtuk írni. Ennek az eredmény hirdetése még nem történt meg, több mint 14 milliárd forintból valósul meg, és ebbe egyébként nemzetiségi iskolák is pályázhattak, nem csak egyházi felekezeti iskolák, és így tudott megvalósulni, vagy indulhat el most ez a fejlesztés is, ahol csak itt a Debreceni Nyíregyházi Egyházmegyében 8 egyházi fenntartású óvoda vagy iskola, gimnázium, kollégium újulhat meg több mint 2 milliárd forintért. Az új óvoda része a meglévő épülethez hasonlóan Kulcsár Attila Ybl-díjas építész tervei alapján készül majd el, várhatóan július végére fejeződnek be a fejlesztő beruházás munkálatai.